Sziasztok! Rettenetesen hideg szél fúj ma, viszont ahogy látjátok, csodálatos napsütés van ezen az októberi napon, ezért eljött az ideje annak, hogy a körtefánk alatti eperágyásomat kitisztítsam. Itt egész nyáron csodálatos egynyári virágok virítottak, most viszont eljött a fokhagyma ültetés ideje. Alapvetően az eperrel most annyit fogunk csinálni, minden egyes anyatőről a leágazó kis növényeket, amik már szépen begyökeresedtek, mint látható, vagy hát na jó, talán ezen kicsit-kicsi még a gyökér, de azért szépen elindult. Ezeket leválasztjuk az anyanövényről, és elültetjük mellé. De térjünk is a lényegre, jön a fokhagyma ültetés. Ha néhány szóba kellene meggyőznöm mindenkit arról, hogy miért ősszel ültesse a fokhagymát és nem tavasszal, az ez lenne, akkora lesz, mint egy dinnye. Na jó, azért dinnye méretű nem lesz, de sokkal nagyobb lesz az ősszel ültetett fokhagyma, mint a tavaszi. Legalábbis az itteni tapasztalat mindenképpen ezt mutatja, és nemrég olvastam, hogy valójában ez egy 2 éves növény, úgyhogy ezért lehet az, hogy nagyon jól megerősödik ősszel és kora tavasszal. A gazdaboltok már tele vannak a vetőfokhagymával. Egész októberben nyugodtan lehet ültetni. A módszer rém egyszerű. Gerezdekre szedjük az egészet, és ahol a csúcsa van a fokhagymának, az kerül fölülre, mert onnan fog kihajtani. Nagyjából 4-5 centi mélyre ássuk el mindegyiket. Én itt jelen esetben az eper közé, ugyanis az epernek egy remek védő növénye az összes féle hagyma, ami megóvja őket a szürke penésztől. Nem mondom, hogy az eper nem sérül meg időnként, de szerencsére az eper sok mindent túlél. És így fog ez menni egész délután.